A tetoválás világnapja alkalmából stábunk ellátogatott az egyik ceglédi tetováló szalomba. Zukovszky Krisztián minden nap reggeltől estig tetovál, és amellett, hogy ez a szenvedélye, hobbija, ez a főállása is. Krisztián kisebb-nagyobb kihagyásokkal 5 éve tetovál, és több mint 2 éve nyitotta meg a saját szalonját. A tetováló azt is elmondta, hogy mikor és miért kezdődött el ez a szenvedélye. 18 éves koromban kezdtem el rajzolgatni, és édesapám egyszer bejött a szobába, hogy jó lenne, ha tetoválnék, és megmaradt ez a mondat igazából, és így onnantól kezdve kezdtem el foglalkozni ezzel, meg utána járni ennek a témának. Krisztián leginkább szürke, fekete és színes realizmusban alkot, szürrealista, absztrakt elemekkel keverve. A tetováló úgy fogalmazott, általában bevonza azokat az embereket, akik nem tudják pontosan, mit szeretnének, egy témát hoznak, amit aztán ő dolgoz ki. Szereti ezt, hiszen így sokkal szabadabban tud alkotni és igazán egyedi tetoválást tud készíteni. Krisztián meglátása szerint egyre többen tetováltatnak, és a minőséget is előtérbe helyezik. A tetováló szerint nagyon fontos néhány dolgot szem előtt tartani első tetoválásunk elkészítetése előtt. Az a legfontosabb, hogy a legmegfelelőbb művészt keressék meg, mármint művészt keressék meg, mert nagyon fontos, hogy minőségi munkát kapjon a pénzért az ember. Én úgy gondolom, mert egy életen át ott van a bőrén, és ezt kell majd viselnie, nagyon fontos, hogy a megfelelő szakemberhez kerüljön. Az, hogy mennyire fáj a tetoválás elkészítése, függ az adott ember fájdalom küszöbétől, bőrétől is. Egy-egy minta elkészítése akár 5-6 órát is igénybe vehet, de vannak 40-50 órás projektek is, mondta Krisztián, akivel egyébként nemrég készített interjút a Tetoválók szakmai lapja. Először is nagyon büszke vagyok erre a történetre, és nagyon jól esik, mert 21 éve van ez a Tetováló magazin Magyarországon, jelenleg ez az egyetlen nyomtatásban kapható magazin, és én vagyok az első ceglédi tetováló és tetováló szalon is, aki részt vehet ebben a történetben. A tetováló Németországban is dolgozik, időszakosan jár ki külföldre tetoválni. Sok terve van a jövőre nézve, de mint mondta, majd kiderül, mi fog ebből megvalósulni.